Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a szokásos pénteki videóelemzésem. Ezúttal, mivel a baloldalban ismét tart egy tiltakozás, kicsit azt venném át, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt szezonnak a politikai, baloldali tiltakozásai azok mennyire voltak sikeresek, kik szervezték ezeket a megmozdulásokat. És például a pedagógusok ügye kapcsán bejöttek-e azok a számítások, azok a hangok, amelyeket ezek a baloldali sajtótermékek, NGO-k, illetve politikusok fogalmaztak meg az elmúlt időszakban. És nagy titkot nem árulok el, itt van a cím is fent, hogy nem jött be a baloldali tüntetők számítása. Hát el is mondom, hogy miért nem, és hogy mire lehet számítani például ma délután, amikor egy hídfoglaló akciót szerveznek ugye ezek a csoportok. Talán kezdjük ott, hogy a 2022-es parlamenti választáson ugye történelmi vereséget szenvedett a balliberális oldal, amelyet követően a baloldali pártok, mint szervezetek háttérbe szorultak, és egyre látványosabban különböző külföldről finanszírozott szervezetek vették át ezeknek a pártoknak a szerepét, és nem csak a civil szervezetek vagy NGO-k azok, amelyek átvették a baloldali pártoknak a szerepét, hanem gyakorlatilag a baloldali sajtó is pártként viselkedik, a baloldali pártok helyett alakítják a politikai folyamatokat. A választás óta szervezett utcai demonstrációkat sem közvetlenül a baloldali pártok, hanem különböző politikai aktivisták, baloldali NGO-k szervezték, és erre telepedtek rá később a baloldali politikusok és a baloldali pártok. A nyár előtt több tiltakozás, demonstráció is volt, amelyet ezek a baloldali politikusokból kiváló NGO-k, szervezetek szerveztek. Nem adott ezeknek nagy lendületet egyébként sem a tavasz, sem a nyár elejé tiltakozások nem voltak sikeresek. És ugye most az ősz elején, szeptember elején is volt egy próbálkozás, Pankotai Lilistől, Mindenestől, megjelentek a baloldali politikusok is a Kossuth téren, de hát pár százan vettek részt, teljesen kudarcos, sikertelen volt ez a megmozdulás. És ma délutánra meg egy híd foglaló vagy híd lezáró akciót szerveznek ezek a baloldali aktivisták, és hát véletlenül ez sem lesz egy nagyon sikeres rendezvény. Ne is beszéljünk arról, hogy a péntek délután egy csúcsforgalomban, amikor mindenki megy haza, vagy igyekszik vidékre, Balatonra, vagy ki tudja hova, és hát ebben az időszakban lezárják az egyik legforgalmasabb közlekedési hidat, tehát ez sem fog nagy sikert aratni, még az ellenzéki szavazók sem fognak ezzel szimpatizálni, nem fognak ezzel tudni sokakat, tömegeket megszólítani. És ugye, ami nagyon fontos, hogy az állításuk mi volt ezeknek a baloldali tüntetőknek, ugye az volt, hogy ugye hónapok óta ezt halljuk, hogy tömeges felmondás, több ezres, több tízezres felmondás várható a pedagógusok részéről. A Sorosféle 444.hu még egy számlálót is indított a távozó tanároknak a számára, tehát az volt a várakozás, hogy itt szeptemberre tömeges felmondások lesznek az oktatásban. Ugyanakkor még a 444 számlálója szerint is a tanároknak a 99,99%-a nem mondott fel, tehát folytatódik tovább az oktatás, nincsen tömeges felmondási hullám. Tehát gyakorlatilag a tüntetéseknek a riogatásai, ugye az, amivel riogattak hónapokon keresztül, ez nem vált valóra, egyértelművé vált mindenki számára, hogy csupán politikai hangulatkeltésre használták fel ezeket a különféle riogatásokat, szintiszta politikai hangulatkeltésnek minősül ez az egész tiltakozás és az ott megfogalmazott állítások, ami egyébként még súlyosabb hitelességi válságot eredményez ezek körülött a baloldali formációk között, hiszen értelemszerűen, hogyha ezek a baloldali szervezetek olyan állításokat fogalmaznak meg, amelyről mindenki számára egyértelmű válik, hogy közel nincs a valósághoz, és teljesen más az igazság, akkor értelemszerűen sokkal kevésbé minősülnek, hitelesnek, szavahihetőnek ezek a baloldali szervezetek. És nagyon fontos, hogy a baloldali NGO-k, baloldali szervezetek és sajtó, dollármédia
mellett a baloldali pártok sincsenek jobb helyzetben, hiszen az elmúlt időszakban tovább aprózódtak, újabb formációk jöttek létre, elég csak példaként említeni, ugye a múlt heti bejelentést, hogy Vona Gábor is pártot alapít, de most hétvégén, most szombaton Márki-Zay Péter bukott baloldali miniszterelnök jelölt is, hát a pártjának az egyik nagy bejelentő eseményét tartja, bejelenti a pártalakítást, zászlót bont, és ugye ez mindez azt eredményezi, hogy a baloldali ellenzéki térfél tovább fragmentálódik, tovább aprózódik, még több baloldali formáció lesz majd ezen a térfélen. És a szétesés mellett az is hát egyre inkább érzékelhető, nagyon komoly konfliktus van, ellentét van ezen szereplők között, tehát a balliberális oldal pártjai szereplői között tényleg elképesztően gyalázkodó, stílusban is megmutatkozó konfliktus van, elég csak az LMP és a Momentum konfliktusára gondolni. De mindez nem újdonság, hiszen elemzőként én a választásra tényleg minden fórumon elmondom, hogy ezek a pártok és ezek a politikusok a baliberális oldalon sokszor nagyobb ellenszenvet éreznek egymás iránt, mint a kormánypártokkal szemben. Tehát nem meglepetés az, hogy ennyire komoly konfliktus jelenik meg a választási ciklusok között, tehát ilyen kormányzati időszakban, amikor nincsen választási kampány. És ugye a 2022-es parlamenti választási kampányban is, ezt is elmondtam számtalan alkalommal, számtalan fórumon, kizárólag a hatalomvágy tartotta őket egyben, de már a választás estéjén, tehát április 30-án este már felbomlott az a nagy együttműködés, az a nagy szövetség, elég csak arra gondolni, hogy Márki-Zay Péter mellé sem álltak ki a színpadra, és mindez azt mutatta már, hogy gyakorlatilag ezek között nincs olyan valódi szövetség, nincs olyan valódi együttműködés. De mindezek ellenére, és ez így nagyon fontos leszögezni, hiú ábránt azt várni, hogy ezek a pártok nem fognak együttműködni a jövőben. Most, amit jelenleg látunk, konfliktus, helyezkedés, vita, ez kizárólag egyfajta verseny közöttük annak érdekében, hogy 2026-ban a lehető legtöbb helyen legtöbb helyet kapják majd meg a Gyurcsány Ferenc vezette baloldali közös listán. Tehát most nem azt látjuk, hogy itt szétesnek, és akkor külön fognak indulni. Nem, nem erről van szó. Ezek a politikusok, ezek a pártok 2026-ban a lehető legtöbb helyet szeretnék maguknak megszerezni a Gyurcsány Ferenc vezette baloldali közös listán. Erről szól egyébként a jövő évi LP választás is. Ugye ezek a pártok már bejelentették, hogy külön fognak indulni az európai parlamenti választásra, így gyakorlatilag világosan látható lesz majd, hogy melyiknek mennyi a támogatottsága. És ugye azok a pártok, azok a politikusok, amelyek jól szerepelnek ezen a megmérettetésen, tehát a jövő évi európai parlamenti választáson, ezek majd több helyet kapnak a közös baloldali listán, értelemszerűen amelyek viszont még a bejutási küszöböt sem érik el, ők vagy kiesnek a játékból, vagy csak kevés befutó helyet kapnak majd 2026-ban. Tehát még egyszer, hiába van most például az LMP és a Momentum között bármilyen konfliktus, ahogy 2022-ben, vagy 2026-ban is közös listán lesznek, egy olyan közös listán, amit a demokratikus koalíció fog dominálni. És hát ugye egyértelmű, hogy miért a DK fogja dominálni, a jelenlegi közvélemény kutatások alapján DK legnépszerűbb, a baliberális oldalon is őket a Momentum követi, a többi formáció az labdába se rúg mellettük. Ebből fakadóan ezt a forgatókönyvet is már többször elmondtam. Könnyen elképzelhető, hogy a 2026-os választásig az egykori MSZP-SZDSZ koalíció mintájára fog majd létrejönni egy DK-Momentum koalíció, amelyben gyakorlatilag beolvad a többi jelenleg még meglévő, de igen gyenge politikai csoportosulás. Ennek az lenne a logikája, ami az MSZP-SZDSZ koalíciónak is a logikája volt, hogy a Momentum beszívja, megszólítja azokat a baloldali ellenzéki szavazókat, akik nem szimpatizálnak Gyurcsány Ferenccel, míg a DK a Gyurcsány Ferenccel szimpatizáló baloldali szavazókat tudja ugye megszólítani, és akkor értelemszerűen együtt működnek, és úgy tesznek, mint hogy ők külön csapatba játszanak, de hát a végén úgyis együtt fognak majd működni, együtt indulnak a választáson, és együtt is akarnak kormányozni, tehát egy MSZP-SZDSZ egykori koalíciójának a mintájára szeretnének létrehozni egy DK-Momentum koalíciót.
De ez a Momentum számára egyértelműen nem jelent függetlenséget, ahogy ugye az SZDSZ számára sem jelentett semmilyen függetlenséget az MSZP-s együttműködés, ott is az MSZP-től függött az SZDSZ, illetve az esetben is ugye a DK-tól függ a Momentum, hiszen a DK a domináns párt a balliberális oldalon. És ugye ezt a folyamatot, amit az előbb is mondtam, ez felgyorsítja az európai parlamenti választás, amelyen könnyen elképzelhető, hogy a balliberális oldalon a DK-n és a Momentumon kívül egyik párt sem szerez majd mandátumot, tehát gyakorlatilag rá lesznek kényszerítve a többi párt részéről, hogy ebbe az MSZP-SZDSZ koalíció mintájára létrejövő DK-Momentum koalícióba belépjenek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Összefoglalva arról beszéltem, hogy az elmúlt időszakban több baloldali tiltakozás is volt, ezek egyértelműen sikertelenek, kudarcosak voltak, pár százan ingezézengenek rendre ezeken a megmozdulásokon, tehát nem tudnak tömegeket vonzani az utcára. Ma lesz egy hírfoglalás, ami vélhetően ismét sikertelen lesz, ráadásul a péntek délutáni csúcsforgalomban fogják lezárni a legforgalmasabb hidat, amikor az emberek mennének haza a munkából. Ez nem fog nagy sikert aratni, nem lesz nagy siker ennek a rendezvénynek, és foglalkoztam azzal is, hogy a baloldali pártoknak és ez a helyezkedése, konfliktusa, az mégis miből fakad, mi lesz ennek a kimenetele, és hát ugye az lesz, amit az előbb is mondtam, hogy az SZDSZ és MSZP koalíció mintájára egy ilyen DK Momentum koalíció látszik létrejönni, amiben majd belemennek a többi párt részéről is, és hát a mostani európai parlamenti választás gyakorlatilag egy ilyen erős sorrend lesz, hogy kinek mennyi helye lesz majd a közös baloldali listán. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, bármi történik, azonnal jelentkezem. Szép napot!